Gratulálok a győzelemhez, azt hiszem, hogy itt egy percig sem volt kétséges, nagyon magabiztosan, esélyeshez méltóan játszott a csapata, elégedett maximálisan? Hát sajnos nem. Sose vagyok elégedett maximálisan, én maximalista vagyok. Én úgy gondolom, hogy ebben a mérkőzésben még voltak gólok, és egyelőre most nem tudom, hogy mi történt a második fél idő elején, egy kicsit álmosan jöttünk ki. Azt hiszem a labdarúgásban köztudott, hogy a 2-0 az a legveszélyesebb eredmény, és ráadásul volt is a Mislánynak ott lehetősége. Hát megmondom őszintén, volt egy kis szerencsénk is, hogy nem kaptunk gólt, de úgy gondolom, hogy a második fél idő második felére újra egy az a csapat jött, volt a pályán, aki tulajdonképpen itt szállította a gólokat a szezon, tavaszi szezon folyamán. Az első fél időben a két gól azt hiszem egy élmény számba ment. Gondolom jó ezt is látni, hogy beérik a munkagyümölcs és ilyen szép találatokat szerzünk. Így van, hát próbálunk játszani, próbáljuk a saját futballunkat ráerőltetni mindig az ellenfélre. Úgy gondolom, hogy ez a tavasz folyamán helyel közel sikerült, de még van egy mérkőzésünk, ami nagyon fontos számunkra. Szeretnénk Ajkán is begyűjteni a 3 pontot, és ennek tudatában fogunk oda utazni. Nehezebb dolgunk lesz azért gondolom, mint a Kozár Mislány ellen. Biztos vagyok benne, hogy nehezebb dolgunk lesz, az Ajka egy szervezett jó csapat, de megmondom őszintén, hogyha a srácok azt nyújtják, vagy azt produkálják, amit tudnak, akkor kimerem jelenteni, hogy győzelmi esélyekkel utazunk oda. Legyen így, köszönjük szépen! Köszönjük.